Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha ebben az extrém hőségben több figyelem irányulna a magyar dolgozókra. Ez alatt azt értjük, hogy az esetek többségében, sőt igazából az a gyakorlat, hogy csak akkor foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amikor az ANTS kihirdeti a hőségriadót. Csak hogy vannak olyan munkakörök, ahol már akkor is elviselhetetlenül nagy a hőség, amikor még nincs hivatalos hőségriadó, gondoljunk a különféle üzemekre, vagy egy buszsofőr esetére, sőt tovább menve egész egyszerűen mást jelent a hőség fogalma különböző munkakörökben, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogyha ezeket úgymond szegmentáltan alkotnák meg, vennék figyelembe, és már preventív jelleggel megtennék a védő intézkedéseket a magyar dolgozók érdekében, hiszen belátható, hogy az extrém hőségben milyen nagy kockázatot jelenthet például egy építkezésen dolgozni, vagy például egy gyárban, vagy mint mondtam, egy buszsofőr esetében, mert akkor a koncentrációkészség is csökken, úgyhogy összegezve a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy ne csak akkor foglalkozzanak a munkáltatók ezekkel a kérdésekkel, amikor már kihirdették a hőségriadót, hanem munkahelyi jelzések alapján már jóval korábban.